Tamást szeretném nektek bemutatni. Ő fogja tartani a következő előadást. Tamás olyan élvezettel épít hálózatokat, meg olyan élvezettel foglalkozik a hálózat biztonsággal, ahogy más a karácsony ajándékait bontja. Mindent szeret, aminek IP címe van vagy repül. Hogyha ez a kettő együtt van, akkor ez pláne. Tamás, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Bár be lettem mutatva, de azért az rendőrség kedvéért Székely Tamás vagyok, és alapvetően a Layer 3-as redundanciáról fogok beszélni, illetve annak egy speciális változatáról, és az ezt legelterjedtebben implementáló két protokollról, az HSRP-ról és a VRRP-ról. Az elején gyönyörű szép képekkel indítunk, egy viszonylag lájtos bevezetés, aztán utána átveszi a szerepet a Wireshark-nak és az RFC-nek a rideg valósága. Úgyhogy kezdjünk is bele. Az első dia arról szól, hogy hogyan látja egy átlagos felhasználó a hálózatot. Hát alapvetően túl nagy hálózati rálátásról nem beszélhetünk. Többnyire egy RJ45-ös csatlakozóba nyilvánul meg minden, amit a hálózatból lát. Persze nem tudja, hogy ez egy RJ45-ös csatlakozó, úgyhogy maradjunk csak a dugó kifejezésnél. Ezen túl lát egy kaotikus útvesztőt, ahol, hogyha nagyon iparkodik, akkor elérheti a munkájához szükséges napi erőforrásokat, de a legjobb erőforrásokat a hálózatról tiltják. Természetesen ezért van a cég által üzemeltetett tűzfal rendszer, hogy ő ne érje el a Facebookot és a YouTube-ot, ez ugyanis a menedzsereknek és az IT csapatnak van fenntartva. A rálátása a hálózati redundanciára, hát mondjuk azt, hogy minimális. Lépjünk tovább a rendszer adminisztrátorok nézőszemszögéből, vizsgáljuk meg a dolgokat. Őnekik gyönyörű szép rendszer szemléletük van, tudják, hogy a hálózatban legalább egy domain létezik. A domainban különböző erőforrások lehetnek, userek, user groupok, illetve hát adott esetben site-ok és a site-okhoz tartozó subnetek is. Azt gondolom, hogy a system adminisztrátorok, akik dedikált feladatkörre rendelkeznek, szükséges rosszként tekintenek a hálózatra. Legfeljebb ez egy, nem is tudom, bonyodalom az életükben, amivel hát olyan szinten kell foglalkozni, hogy jól áttolni a network-ösökre a melót, hogyha ez csak lehetséges. Nem akarom őket persze nagyon lehúzni, mert nyilván ez a másik oldalról is így van, de lényeg az, hogy jó esetben itt sem beszélhetünk network redundancia mélyreható ismeretéről. Nem ez az ő érdeklődésüknek a fő területe. Hogyha megvizsgáljuk egy optimális hálózatnak a felépítését, akkor azért látszik ezen a Layer 2-es ábrán, hogy van redundancia az esetek többségében, ezt szeretném hangsúlyozni. Ez egy ajánlás végül is, így is lehet tekinteni erre az ábrára. És amellett, hogy Layer 2 szinten össze vannak kábelezve az eszközök, nyilván van Layer 3-as redundancia is. A felső két rétegben ezt általában dinamikus routing protokollokkal valósítják meg. Alul viszont valami mást kell kitalálni, mert a legtöbb számítógép nem támogatja, vagy legalábbis bonyolult lenne megoldani, hogy dinamikus routing protokollt futtasson. És végül is itt lesz használatban ez a két protokoll, amit majd be fogok mutatni. Aztán persze az, hogy a Layer 2-es implementáció fizikailag hogy van megoldva, az megint egy egész más kérdés. Alapvetően, amit ezzel a rövid bevezetővel mondani szerettem volna, az az, hogy redundancia azért van, vagy legalábbis illik, hogy legyen, nagyobb cégeknél egész biztos, hogy van, és a másik lényegi mondani valóm, hogy ez nincs szem előtt. Egyik volt kollégám azt mondta, hogy a UI-t is az láthatatlan, alapvetően nem ismeri senki, azt se tudják, hogy hol van, mert minden működik, nincs szükség arra, hogy keressük, és a redundancia is ilyen valahol. Oké, akkor redundancia létezik, de miért pont ezt támadjuk? Tehát miért jó bonyolult eljárásokkal, majd látni fogjuk, tényleg nem egyszerű redundanciát támadni, hogyha egy R-poisoninggal ugyanezt a hatást elérhetjük, tényleg pár csomag használatával. Hát ezzel a két képpel szeretném illusztrálni a különbséget. Ő az RP poisoning, nagy, robosztrus, kilométerekről észrevehető, szórja a csomagokat, hát itt most bombákat szor a gép, de végül is ugyanolyan destruktív, mint a kettő megfelelően használva. Lényeg az, hogy könnyű ellen védekezni, nagyon messziről észre lehet venni, nagyon sok buktatója van a dolognak, és hát annyira egyszerű ezt megvalósítani, hogy azt gondolom, hogy ez ellen védekezik leginkább egy cég, mert annyira elterjedt egész egyszerűen. Ezzel szemben mondjuk az HSRP protokollnak a támadása pár csomag által megoldható. Pusztításban, hogyha akarjuk, akkor ugyanazt képes előidézni. A pusztítást ráadásul nagyon könnyen is meg lehet valósítani, de
Man in the Middle-be is lehet vele kerülni, bár erre nem találtam dokumentációt az interneten, úgyhogy majd ez az egyik fő cél az előadásnak, hogy ezt pótoljam. És mi az előadás célja? Hát alapvetően néhány egyszerű toolt szeretnék bemutatni. Tényleg gombnyomogatás szinten nem fogunk bennük elmélyedni, igazából ezek a toolok mindenek nagyon egyszerűen használhatóak. Ami a lényeg, benézzünk a motorháztető alá, megnézzük, hogy ezek miért működnek, és majd még különböző parancsori eszközökkel két célt fogunk megvalósítani, mind a kettőre ki fogok térni az aktuális demóban, amiket egyébként ez a kis pár eszköz fog kiszolgálni. Tehát élő demó lesz reményeim szerint. Kezdjük az HSRP protokollal. Az HSRP protokollt a Cisco definiálta a RFC-ben 1998-ban. A célja ennek az egésznek az az, hogy a dinamikus routing protokollral nem rendelkező végponti berendezések, hát itt mondjuk workstation-ök, kapjanak mégis valami layer 3 redundanciát, és ezt úgy oldották meg, hogy fogtak kettő vagy több eszközt, azokat berakták egy groupba, a groupnak adtak egy virtuális IP címet, illetve egy standardizált virtuális MAC address-t, és default gateway-ként ezt a virtuális IP címet adjuk meg a hostoknak. Ezek a hostok mindig ezt az IP-t fogják használni, függetlenül attól, hogy a háttérben ezek az eszközök eldöntik prioritása alapján, itt látszik, hogy neki 200-as, neki pedig 100-as, hogy melyikük fog éppen aktuálisan válaszolni erre az IP címre. Mindig a magasabb prioritású eszköz válaszol a virtuális IP címre. Hogyha két megegyező prioritás van, akkor pedig a magasabb IP címmel rendelkező fogja magához venni a virtuális IP címet. Ez a MAC address, ez fontos, mert ezt még fogjuk használni, és alapvetően ez a pingpongasztal meg azért van itt, mert ez egy kicsit olyan, ez az HSRP protokoll, csak hogy látványosabbá tegyen, mint egy beteg pingpong meccs. Azért beteg, mert az aktív és a standby eszköz is szerválgat, de nem törekednek arra, hogy visszaadják a másiknak a csomagjait. 3 másodpercenként szerválni kell, hogyha valaki 3 szervált kiadja, az kiesett. Gyakorlatilag pingpong viszonylattal ez az HSRP protokollnak a lényege. Természetesen vannak ennek időzítései, lehet állítani ezt a 3 másodpercet és 10 másodpercet, akár sub-second level-re le lehet venni, és akkor egy elég gyors protokoll tud lenni. A csomagba nagyon nem fogunk belemenni, az elterjedtebb verzióról fogok beszélni, ez az 1-es verzió, aminél 0 jelenik meg a csomagba, a 2-es verzióban túl sok újdonság egyébként nincsen, annyi, hogy 255 helyett 4096 standby group jöhet létre, illetve például a multicast címen változtattak, amit ugye 2, azt hiszem, hogy az újban talán 12 vagy 102, tehát elértek egy 1-es vagy egy 0-át. Jó, az operation code az az, ami nekünk érdekes lesz. Alapvetően háromféle lehet. Defaultban hello csomókat küldözget egymásnak a két router, ezek végül is a fönt szervaként emlegetett csomagocskák. Két speciális csomag van, az egyik a coup message. A coup üzenetet akkor küld egy host a másiknak, hogyha ő szeretne az aktív eszköz lenni, mert azt gondolja, hogy az ő prioritása magasabb, vagy valami miatt ezt jobban megérdemli, vagy azért, mert ő a támadó. Resign csomagot akkor küld az aktív eszköz, hogyha az aktív szerepéről le szeretne mondani. Az aktív és a standby szerepkört akkor körülbelül megbeszéltük. Speakbe akkor kerül egy eszköz, hogyha ő épp megbeszéli, hogy mi legyen az ő szerepe, és listenbe van az összes többi eszköz a standby groupba, aki nem aktív vagy standby. Jó, és akkor kezdjük is a demót. A demónak pedig az lesz a fő célja, hogy az interneten elterjedt, illetve az interneten viszonylag sok forrásban megtalálható támadási leírást, ami az esetek mindegyikében denial of service volt, sajnos nem találtam egyetlen man in the middle-t se. Minden man in the middle-t csináljunk, tehát ezt szeretném továbbvinni. Így néz ki a hálózatunk, ez van összebarkácsolva abból a pár eszközből, amit ott láttok. Ezek vagyunk mi, két switchünk van, két darab router, ami a first hop redundancy-t kiszolgálja, most csak az HSRP-t kell nézni, a virtuális IP címünk a 3-as lesz, és van egy test routerünk, amiről folyamatosan megpróbáljuk a destination-t elérni, és meglátjuk, hogy mi történik a routerrel, illetve hogy tudjuk azt elérni, hogy a csomag először bejöjjön ide, és innen menjen föl a destination-hez, meg ez visszafelé is. Azért, hogy ne kelljen annyit gépelnem, meg kicsit
nem is tudom, mozgalmasabb lesen az előadás, írtam egy scriptet, úgyhogy majd csak entereket fogok nyomogatni, de mindig megmagyarázom, hogy mit csinál a script. Itt bent vagyunk a testrouteren, és megpingetjük első körbe a destination-t. Kicsit ARP-zget, kicsit gondolkodik, de alapvetően ezek a felkiáltó jelek azt jelentik, hogy jött válasz, két csomag, szuper. Lenyomjuk még egyszer, akkor már gyönyörű szép lesz az egész. Első körben az elindított scriptünk semmi más nem csinál, csak felhúzott egy interfészt, és elindított egy Wireshark capture-t rajta. Ezt láthatjuk itt a háttérben. Látszik, hogy vonulnak a csomagok. Az egyes IP címről érkező, jelenleg aktív szerepkörben lévő routernek a prioritása 110-es, a kettesé pedig 100-as. Ami fontos, hogy van ugyan authentication data, viszont alapvetően az HSRP autentikáció háromféle lehet. Az, hogy nincs autentikáció, az is egy opció. Van autentikáció, simple text, ez esetben plain textben látszódni fog az, ami be lett odaírva konfigurációnál, és MD5-ös autentikáció. Jelen esetben nincs autentikáció, hogyha simple text autentikáció lenne, akkor ugyanígy kiírná ide nekünk a Wireshark, vagy bármilyen monitoring program az autentikációt. Látszik a virtual IP, és igazából a default időzítést használjuk. Jó, hát haladjunk tovább a kis scriptünkkel. Egy Yersiniát indít nekünk. Ez a Yersinia, azt lehet mondani, hogy a Layer 2-es auditoknak szerintem a királya. Tehát körülbelül minden benne van, ami Layer 2 szinten szóba jöhet. Azt mondjuk neki, hogy itt látszik, hogy ő rögtön az HSRP fül alatt megtalálta a csomagokat. Mi mondjuk ezt az egyes IP-t fogjuk elszedni, és aktív routerek szeretnénk lenni. Valami furcsa perverzió miatt neki fordítva kell beírni az IP címet. És hogyha elindítjuk a támadást, akkor a háttérben látjuk, hogy küldött egy KUP üzenetet 255-ös prioritással, megmondta az aktív eszköznek, hogy én szeretnék az aktív lenni 11-es IP-vel, bármit beírhattunk volna most épp a 11-es. Erre visszaválaszolt az aktív eszköz, hogy akkor jó, ezt beszéljük meg. Itt még egyszer megismételtük, nyomatékosítottuk, hogy mi szeretnénk az aktív eszközök lenni, majd az egyes eszköz belenyugodott, hogy oké, akkor én visszamegyek standby-ba. Tehát ez végül is egy teljesen egyszerű támadás, igazából semmi bonyolult nincsen, tényleg csak gombokat nyomogattunk. Ki is lépek a Yersiniából, és mutatok egy másik eszközt is. Közben itt megfigyelhetjük, hogy tényleg 10 másodperc szükséges ahhoz, hogy az egyes eszköz visszavegye az aktív szerepkört. Látszik, hogy még mindig csak beszélget, meg ilyesmi, és itt már aktív. Illetve, bocsánat, itt is aktív volt. Mert lényeg az, hogy 10 másodpercre van szüksége ahhoz, hogy ezt visszavegye. Jó, megyünk tovább a scriptünkkel. Ez egy másik támadás, én ezt fogom használni a továbbiakban. Ez egy Hyena nevű eszköz. Végül is Packet Crafter, szinte bármit meg lehet vele csinálni. Én például most HSRP Hello csomókat küldtem be ide a hálózatba. Látszik is, hogy én ezt értük el kicsit primitívebben, mert ebben az esetben nem mondott KUP üzenetet, tehát az aktív eszköznek kellett resignolnia, mert csak nyers hellókat küldtünk be. Ennek az a hátránya, hogy egyetlen signature-t találtam HSRP-etekre, az pont a resign csomagokat nézi, tehát talán szerencsésebb Yersiniával egy ilyen kifinomultabb támadást indítani. Oké, nálunk van az aktív szerepkör. Az a kérdésem, hogy akkor most kiválaszol az 1.3 IP címre érkező csomagokra. Tehát ő a virtuális IP, elvettük ezt az aktív szerepkört, kiválaszol most az 1.3 címre érkező kérésekre. Senki. Azért senki nem válaszol rá, mert mi csak az aktív szerepkört szereztük meg, de alapvetően azzal nem foglalkozunk, hogy bárki válaszoljon a 3-as IP címre, tehát ez most egy deny of service, ahol jelenleg állunk. Oké, akkor menjünk tovább. Azt fogom csinálni, hogy a jelenleg IP cím nélkül felhúzott interfészemnek odaadom ezt az IP címet, illetve odaadom a standby groupra jellemző, tehát az HSRP-nek a standardizált MAC addressét, és megpróbálunk ezen válaszolni.
Ez azt kell, hogy lerakjam a hálókártyát, megszakad a Wireshark, megszakad a támadásom is, de mindent rögtön újraindítok, és ugye ne felejtsük el, hogy 10 másodpercünk van arra, hogy az aktív szerepkör ne kerüljön ki a kezünk alól egy pillanatra se. Úgyhogy itt szépen fut tovább egy másik Wireshark, egy másik támadás, itt meg a scriptecskénk. Bár nem lenne szükségszerű, de én azért egy ARP-pinget kinyomok, ez gratyűjtősz ARP csomagot fog kiküldeni a hálózatra, ahol szépen bemutatkozunk a hálózat résztvevőinek, és megmondjuk, hogy igazából a hármas címet mostantól ezen a MAC adresszen keressétek. Hogyha most megnézzük, akkor gyönyörű szépen bejönnek hozzánk ezek az ICMP csomagok, és választ is kapunk rá, és hogyha megnézzük az ARP táblázatot, akkor látszik, hogy semmi törvénytel nem követtünk el, mert hát a hármas címhez ez a MAC address tartozott ezelőtt is, nem kellett illegális ARP csomagot kiküldeni, eddig teljesen rendben vagyunk. Jó, hát akkor pingeljük meg a destination-t. És látszik, hogy bejönnek ezek az ICMP csomagok, de igazából nem történik velük semmi. Tehát nem jutnak rajtunk túl. Tehát innen jönnek a csomagocskák, bejönnek hozzánk, de nem tudunk velük mit kezdeni. Úgyhogy tovább menve a scriptünkkel, először is bekapcsoljuk az IP forwardingot, valamint beállítjuk default gateway-nek az egyes routert. Ugyan elvettük tőle az aktív szerepkört, de ettől függetlenül a router marad, továbbra is a belső csomagokat routolni fogja, tehát továbbra is végzi a dolgát, csak most az a saját IP címével, nem a hármassal, tehát nyugodtan átküldhetjük rajta a csomagokat, és ez teljesen transzparens lesz a felhasználók számára, ők csak annyit látnak, hogy továbbra is a hármas IP címmel kommunikál. Úgyhogy ha most megnézzük ugyanezt a pinget, akkor gyönyörű szépen átmegy, és megnézzük Wireshark-ba, rajtunk ment tehát az összes csomag, egy picike probléma van, ez az ICMP redirect, amit visszaküldtünk az áldozatnak. Ez azért probléma, mert itt neki megmondjuk egy az egybe a 34-es IP címet a test router, és egy az egybe megmondjuk neki, hogy figyelj, tök jó, hogy velünk kommunikálsz, de itt van ez az egyes gateway, neked ez sokkal jobb lenne, mert én is csak azt tudom csinálni, hogy ennek továbbítom. Ez azért nem jó, hogy ICMP redirecteket küldünk, mert egyrészt ez is egy man in the middle lehetőség, tehát lehet, hogy ugranak rá a védelmi rendszerek. Másrészt meg, hogyha ez a router most elfogadta volna az ICMP redirectet, akkor már is kikerültünk volna ebből a félig megszerzett man in the middle-ből. Tehát alapvetően ez egy rossz ötlet. Szerencsére ki tudjuk kapcsolni, sysctl parancsol ezt is. És hogyha most megnézzük, akkor már nem fognak látszódni ezek a csúnya csomagok, gyönyörű szép kék az egész. Valami probléma viszont még mindig van, hogyha megnézitek, csak a 34-estől a destination felé küldött csomagokat látjuk, tehát csak azt látjuk, ami a 34-estől ide a destination irányába jön. Ez azért van, mert aszimmetrik routing alakult ki a hálózaton, ugyanis ő feladja a 34-es source címmel a csomagot, jön végig a hálózaton a csomag, jön visszafelé 34-es destination-nel, és ő itt, nincs az az Isten, hogy kiküldje nekünk 34-es destination-nél ezt a csomagot, hát mert miért tenni ilyet? Tudja, hogy a 34-es az ott ő, tehát neki fogja visszaküldeni. Tehát egyrészt aszimmetrik routing van, ami okozhat problémákat, másrészt pedig csak a csomagoknak a felét látjuk, ami nem előnyös, hogyha pont olyan irányú forgalmat szeretnénk monitorozni, ami a destination felől jön. Úgyhogy ezt is megoldjuk egy script utasítással, egész egyszerűen natolunk egyet. Egy interface natot bekapcsolunk itt a mi eszközünknek a hálókártyáján, és ez az interface nat azt fogja csinálni, hogy a 34-es címet a saját nevébe fogja tovább küldeni, így a First Hub Redundancy Router 1-es azt fogja látni, hogy a 3-as vagy 11-es, attól függ, hogy melyik interfész, szóval lényeg az, hogy azt fogja látni, hogy a mi épinkről ment ki a csomag, és a mi épinkre fogja visszaküldeni, mi meg értelemszerűen visszaküldjük a destinationnek. Úgyhogy ha megnézzük még egyszer ezt a dolgot, ezt bekapcsolom, akkor itt már gyönyörű szépen át fog menni mindkét irányba a forgalom, igazából már minden mélyülbe kerültünk. Úgyhogy ez volt az HSRP bemutatónak a fő célja, hogy ezeket megmutassam. Itt leállítom a scriptet. Ez magától leállt.
Van egy kis scriptecském, ami átkonfigurálja azt a cuccot VRRP-ra. Ezeket ne kézzel kell megcsinálni. Ő megmondja, hogy konfigurál, szuper. És a VRRP támadással fogjuk majd itt folytatni. Oké, akkor nézzük meg a védelmi képességeket, hogy hogy tudnánk védekezni ezzel ellen a támadási forma ellen. Hát Cisco Best Practice alapján MD5-ös stringet definiálhatnánk, MD5-ös jelszót definiálhatnánk autentikációként, és ebben az esetben, hogyha az FHR1-es routerünk olyan üzeneteket kapna, hogy valaki szeretné átvenni az aktív szerepkört, de nem rendelkezik a megfelelő autentikációval, akkor ő szépen logolja, hogy bad authentication, kiírja az IP címet, illetve még azt is kiírja, hogy valaki aktív szerepkört szeretett volna kapni. És ha megnézzük Wireshark-kal ezt az egész folyamatot, akkor azt fogjuk látni, hogy az 1-es router megtartja az aktív szerepkörét, nem hajlandó róla lemondani. A 11-es is behirdeti az aktív szerepkört, ami azért okozhat problémákat, de lényeg az, a mi szempontunkból a legfontosabb, hogy az 1-es eszköz nem fog lemondani az aktív szerepköréről, továbbra is ott marad a 3-as IP-vel, ami azért a támadónak nagyon-nagyon megnehezíti a dolgát. A második megoldást ezt interneten egy fórumon találtam, nem is annyira megoldás, nem is annyira tényleges védelem, mint inkább egy nagyon jó, nagyon szellemes workaround, és nekem annyira tetszett, hogy szeretném bemutatni nektek. Fogjuk az aktív routerünket, állítsuk be a maximális prioritást, és hogy ne tudja ugyanezt a prioritást behozni, vagy hogyha be is hazudja, akkor is mi legyünk a nyerők, állítsuk be az adott alhálózaton kiosztható legmagasabb helyi értékű IP címet. És az a durva, hogy tök hülyén hangzik az egész, de gyönyörű szépen működik. És itt látszik, hogy a 254-es az aktív routerünk, a 11-es megpróbálja támadni, de mind a ketten aktív állapotot hirdetnek, és a 254-es valóban nem dobja el az aktív szerepkört, sőt, még rá is kontráz egy ARP csomaggal, ahol azt mondja, hogy ne higgyetek neki, hozzám gyertek, tehát alapvetően működik. Nekem alapvetően ez a megoldás a kedvencem. Írjunk egy ACL-t. Az ACL a Cisco világában, igazából Linux IP Tables világában is, mint most megtudtam a workshopon, tűzfal szabály jellegű, de itt nem stateful, egy alaprouteren nem stateful, de kiválóan alkalmas csomagszűrésre, tehát megmondhatjuk néhány ACL segítségével, hogy oké, tiltsunk le minden AegisRP címre érkező, AegisRP portot használó csomagot, kivéve a megbízható forrásból érkezőt. Ez itt látszik is, az ACL-ek kilistázásának a kimenete gyönyörű szépen működik. Itt vannak a permit rule-ok, volt néhány match, és gyönyörű szépen látszik, hogy a nem megfelelő forrásról érkező címeket eldobálja. Nézzük meg a VRRP protokollt. Ami lényeges különbség, több lényeges különbség is van, menjünk rajtuk végig, talán ez a legegyszerűbb. Az AegisRP protokoll, ugye láttuk, hogy UDP portot használt, tehát az IP protokoll fölött ő még a transport layer-t is használta. A VRRP IP protokollban marad, 112-es IP protokoll, ez az egyik lényeges különbség. A másik, ami szerintem nagyon elmés, hogy 255-ös TTL-t fogad csak el, hogyha egy csomag, egy VRRP csomag nem 255-ös TTL-el érkezik, akkor azt rögtön eldobja. Ami ezért tök hasznos védelmi funkció, mert ezzel gyakorlatilag meg is oldotta, hogy másik alhálózatból ne kaphasson csomagot, mert ott rögtön ugye csökken a TTL, és már sem fog működni az egész. Más a MAC address, ez igazából lényegtelen. Lényeg az, hogy van egy ilyen standardizált MAC address-e ennek is. Itt az utolsó X az AegisRP-nál, meg itt is a standby groupot azonosítja. Tehát, hogyha egyes csoportot definálunk, akkor ott 0-1 lesz, mint ahogy az AegisRP-nál is az volt egyébként. És ami nagyon lényeges különbség, ezt a legvégére hagytam, be lehet konfigurálni úgy is, mint a Cisco AegisRP esetében, hogy kettő vagy több eszköz, itt nem látszik az IP című, a kettes eszköz egyébként. Kettő vagy több eszköz benne van egy standby groupba, felvesznek egy virtuális IP-t, és a virtuális IP-re mindig a legmagasabb prioritású válaszolgat. Viszont van itt egy lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy a master router
itt nem active standby van, hanem master és backup, és aki nem master, az mindenki más backup. A master router felveszi, illetve hát ez az alapvető IP címe, az 1.1-re végződő cím, és azt mondja, hogy én ezt fogom virtuális IP címnek használni, ezt fogják a backup routerek áthúzni magukhoz, hogyha bármi történik velem. Ez azért nehezíti meg a dolgot, mert így ugyan el tudjuk venni tőle majd a szerepkört, viszont továbbra is itt lesz neki ugyanez az IP címe, amivel mi is kommunikálni akarunk, és alapvetően az IP ütközés, hogyha az ARP szinten jól kezeljük, akkor még működhet, de semmiképpen sem lesz egyszerű dolgunk. Annyira nem, hogy a Loki tool, amit majd be fogok mutatni, készítői, a bemutatón is csak ezt a módszert mutatták be, tehát ennyivel szeretnék ebben az előadásban többet mutatni, hogy azt a lehetőséget fogom megtámadni, amikor a master router ownolja az IP-t. Hogyha az HSRP protokoll a pingpong volt, kicsit furcsa szabályokkal, akkor ez a dekázgatás játék. Alapvetően egy master router van, patogtatja a labdát, amíg nincs vele probléma, addig a többiek körbeállják és nézik, hogy milyen jó annak, aki ott labdázik. Hogyha ő valamit elront, vagy ő elhasal, akkor a legmagasabb prioritású backup router fogja átvenni a helyét. Kicsit más a csomagszerkezet, igazából verzió, én azt a verziót mutatom be, amit a Cisco implementált, ennél van egyel újabb verzió, elolvastam mind a két RFC-t, szinte szóról szóra ugyanaz, az újabb verzióból kivették az autentikációt. Ebben még van autentikáció, szintén no authentication, simple text, illetve IP authentication header. Az újabb verzióból pont azért vették ki egyébként az autentikációt, mert azt mondták, hogy oké, tudunk mi autentikálni, és akkor tök jó, hogy nem mondunk le a master role-ról, de azt nem tudjuk megakadályozni, hogy valaki szintén master role-t behazudva konfliktus helyzetet teremtsen azáltal, hogy két master eszköz van a hálózaton, és alapvetően ki tudja nyírni a hálózatot úgyis. Itt nincsen annyira szofisztikálva a csomag, egyetlen lehetőségünk van advertisement csomagokat küldeni, aminek az alapintervalluma 1 másodperc, 1 másodpercenként küldi ezeket a csomagokat, és van itt egy gyönyörű szép képlet, ami kicsivel 3 másodperc fölötti időt fog kihozni, ennyinek kell eltelnie, tehát végül is 3 csomagnak kell ugyanúgy kiesnie, mint az HSRP-nál, ahhoz, hogy valaki más elvegye tőle ezt a szerepkört. A prioritás is érdekes, itt nem 0-tól 255-ig tudjuk konfigurálni manuálisan, hanem csak 1-től 254-ig, és hogyha a master le szeretne mondani az ő szerepköréről, akkor küldheti ő saját maga a 0-as prioritást. Ez bizonyos támadásoknál esetleg lehet használni. Én nem foglalkoztam vele, de ez is megérne egy lehetőséget, ebbe is látok azért némi rációt. Illetve 255-ös prioritása csak annak az eszköznek lehet, aki ténylegesen birtokolja is azt az IP címet, amit virtuális IP címként használunk. Tehát az előző példát nézve, hogyha itt nekem egyes az IP címem, és a virtuális IP cím is ez, akkor nekem 255-ös lesz a prioritásom. Jó, hát akkor erről ennyit, és a VRRP demónak pedig a fő célja pont ez lesz, hogy bemutassak egy olyan helyzetet, ahol a master ownolja az IP-t is, meg a virtuális IP-t is, és látni fogjuk, hogy ezért kicsit nehezebb dolgunk lesz. Látszik, hogy itt nincsen transport layer, internet control message protocol, és pont rosszat nézek, igen, szóval virtual redundancy protocol, 255-ös prioritás, azt hiszem, hogy rákatintok, akkor pont kevésbé látszik, úgyhogy inkább fölé kattintok, tehát 255-ös prioritása van, ezt expert info alapján a Wireshark tudja is, hogy akkor ez az eszköz ownolja az IP-t egyébként is. Most nincs autentikáció, lehet sokat nem változtatni a dolgon, hogyha simple text autentikáció van, illetve itt az IP address, ami a virtuális IP-t mutatja be. Most még mielőtt bármit is elkezdenénk, megnézzük, hogy szépen elérjük-e a megfelelő eszközt. Kicsit gondolkodunk, kicsit ARP-zgetünk, de látszik, hogy utána szépen magára talál, és eléri az egészet. Mi persze ebből még semmit nem látunk támadóként, de az a lényeg, hogy látja a destination-t. Ha megnézzük az ARP-t, ARP tábláját, akkor látszik, hogy az egyes IP cím felvette ezt a standardizált VRRP MAC address-t, amit majd megpróbálunk megszerezni tőle, illetve amit megpróbálunk megszerezni és elhitetni ezzel az áldozattal, hogy azok igazából mi vagyunk. És ez az, ami nem lesz egyszerű. Na jó, hát akkor nézzük a scriptünket.
Itt igazából most nem finomkodtunk annyira, kapásból egy MAC address ütközéssel kezdünk. Ez addig nem problémás, amíg nem akarunk nagyon beszédesek lenni a hálózaton, és szépen lapítunk. Mi most éppen ezt tesszük, illetve felvettünk egy 11-es IP címet. Ez azért szükséges, hogy a Loki, az a túl, amit használni fogunk, működőképes legyen. Úgyhogy indítsuk is el, ez egy Pythonban írt túl, és hogyha azt mondtuk, hogy a Yersinia a Layer 2 atya úristen, akkor Loki ugyanezt csak Layer 3-ba, tényleg routing protokollokba tud injektálni, autentikációt tördelni, és például VRRP-t is tud, hogy is mondjam, finoman autentikálni. ETL 0-as interfész, beállítjuk, hot standby bevillog, VRRP bevillog, ezzel jelzi nekünk a szoftver, hogy talált érdekes csomagokat. Szuper. Akkor mondjuk azt, hogy mi most ezt az IP címet szeretnénk elvenni, és próbáljuk meg, hogy mutatkozunk is be a hálón, hogy mi vagyunk az egyes IP címnek a gazdái, és dobjuk oda a mi MAC address-ünket. Nézzük meg, mi történik. Azt mondjuk GetIP. Kicsit visszascrollozunk. Itt rögtön benyomtunk egy csomagot 255-ös prioritással, és rögtön küldtük utána a Gratuitous ARP csomagot, ahol megmondtuk, hogy az egyes címhez ez a standardizált MAC address tartozik. Ugye láttuk az ARP táblába, ennek kell hozzá tartoznia, ez egy teljesen valid dolognak tűnik. Viszont nem ilyen egyszerű helyzet, mert ez az egyes IP cím, attól, hogy mi most ezt megpróbáltuk elvenni, attól továbbra is használatban van, ugyanis ez az egyes eszközünknek az eredeti IP címe is, tehát ő is válaszolni fog rá, méghozzá mindig övé az utolsó szó, nem tudja abba hagyni, és meg is mondja, hogy ő igazából itt van. És hogyha megnézzük az eszközünket, hogy most hol áll az ő ARP táblája, akkor látjuk, hogy ő győzött, tehát az egyes eszköz átírta a MAC address-t egy olyan MAC address-re, aminek nem kéne ott szerepelnie, de sajnos ezzel nem tudunk mit csinálni, mert akárhány ARP csomagot beküldünk, persze az észszerűség határain belül, mindig ővé lesz a prioritás. Nagyon-nagyon nehéz, be kell küldeni késleltetés nélkül mondjuk, nem tudom, 200 darab ARP csomagot, akkor persze feladja egy idő után, de ez annyira brutális lenne, hogy úriember ilyet nem csinál. Úgyhogy találjunk ki valami okosabbat. Mondjuk először is vegyük fel az IP címet, az sokat segíthet a dolgon, egy subinterfésznek ezt az egyes IP-t bepakoljuk, és mondjuk azt, hogy küldjünk ki egy bemutatkozó ARP csomagot, de csak az áldozatnak. Tehát csak annak az egy eszköznek küldjük ki a csomagot, akinek el szeretnénk téríteni a forgalmát, ezáltal nem fog beleszövegelni nekünk az egyes IP címet ténylegesen birtokló router a kommunikációba. Úgyhogy kiküldjük ezeket az ARP csomagokat, illetve megpingeljük kétszer a routert, hogy az ARP tábla is teljesen rendben legyen. Szintén hiénát használok erre az eszközre, és vegyük észre, hogy amit kiküldünk, az teljesen valid, mondjuk egy ARPatch szempontjából, hogyha megnézzük a párosítást, az egyes IP címhez tényleg ez a MAC address tartozott eredetileg is, tehát semmi olyan csomagot nem küldtünk ki, ami ARP poisoningra jellemző lenne és lecsapna akármelyik eszköz. Hogyha megnézzük ezt a kis ablakocskát, akkor gyakorlatilag az eredeti helyzetet állítottuk vissza, tehát a kliens nem lát semmit abból, hogy igazából már velünk beszélget. Mindjárt meg is nézzük ezt a velünk beszélget dolgot. Azt mondjuk, hogy ping. Megpingeljük a default gateway-t, ami jelen esetben egyes, ugye? És látszik, hogy gyönyörű szépen bejönnek hozzánk ezek a csomagok. Oké, hát akkor menjünk tovább. Megpingetjük a destination-t. Tök jó, ugyanaz van, mint az előbb, ugyanúgy nem válaszol. Innentől kezdve igazából túl sok dolgunk nincsen. Ugyanez, mint az HSRP esetében. Itt most már ezek ismerősen csengenek, beállítunk egy default gateway-t. A default gateway-nél van egy kis eltérés, itt nem az egyest fogjuk használni, hanem a kettest. Kicsit hülyén néz neki, hogyha egyes IP címmel az egyes IP címnek küldenénk a csomagokat, úgyhogy maradjunk a kettesnél. Gyönyörű szépen oda-vissza menni fognak a csomagok. Azért megmutatom. És gyönyörű szépen rajtunk keresztül mennek a csomagok. ICMP redirect most pont nincsen, bármikor lehetne, de azért ezeket illik szépen kikapcsolni, ugyanúgy, mint ahogy az előbb is megtettük ezt, valamint ugyanúgy beállítjuk a NAT-ot, hogy oda-vissza rajtunk keresztül menjenek a csomagok. Úgyhogy, ha most megnézzük,
nem ennél, hanem ennél, akkor oda-vissza látjuk az adatforgalmat. Ez lehetne egy telnet is. Mutatok egy telnetet. Telnet. Bekéri a jelszót, beírom a jelszót. Persze minden billentyű leütést külön vitt át, úgyhogy egyesével, hogyha valaki akarja, akkor ki hámozhatja azt a kőkemény 4 karakteres jelszót. A lényeg az, hogy látjuk az adatokat, tényleg totál man in the middle van. Méghozzá úgy csináltuk az egész man in the middle-t, még egyszer ez a lényeg, hogy a virtuális IP cím ugyanaz, ami a masternek az IP címe, és mégis sikerült olyan szépen update-elni a hálózatot, hogy illegális csomagot nem küldtünk ki, és végeredményben tényleg minden hálózati adatforgalom rajtunk ment keresztül. Oké, hát akkor nézzük a VRRP védelmi lehetőségeit. Hát alapvetően az MD5-ös autentikáció, legalábbis Cisco világában, erről tudok nyilatkozni. Linuxosoknál kicsit ott valami nagyon-nagyon érdekes megoldások vannak, de a Cisco világában MD5-öt gyönyörű szépen ugyanúgy meg tudjuk adni. Végeredményben ugyanúgy nehéz dolga lesz a támadónak. Látszik a Wireshark kimeneten, hogy a 11-es és az 1-es IP cím szépen harcol egymással. Mind a kettő behirdeti a master szerepet, de alapvetően az egyes eszköz nem fog róla lemondani. Láttuk, hogy már eleve az is egy védelem a VRRP-ban, akár mondjuk az HSRP-val szemben, hogyha a master eszköznek az IP címe megegyezik a virtual IP-val, mert ebben az esetben ő mindig update-elni fogja az ARP csomagokat, nem hagyja magát levakarni, vagy legalábbis nagyon agresszívnak kell hozzá lenni, ami szerintem nem előny, hogy pusztán ennek a megtámadásával átvehessük az aktív szerepkört. Tehát már ez önmagában egy nagyon jó védelem, illetve őt is védhetjük ACL-ekkel. Annyi különbség van, hogy amíg az HSRP világában ott ugye UDP-t adtunk, meg UDP 1985-ös portot, addig itt egy IP protokollt adunk meg, ez a 112, ez gyakorlatilag az IP 112-es protokollt jelenti, de végeredményben ugyanaz az egész, ugyanúgy látszanak szépen a permitek, a deny-ok, a match-ek, úgyhogy a végcél, illetve a végeredmény ugyanaz. Ez egy összefoglaló táblázat arról, hogy az ARP poisoning és a first hop redundancy hacking közt milyen különbségek vannak a védhetőséget szemlélve. Hát, hogyha statik ARP bejegyzéseket használunk, akkor ARP poisoningolni már nem tudunk, tehát igen, ez egy valós védelem. Hogyha ARP-patchot használunk, hát az igazából nem védi meg a hálózatot, de hogy sikítve fog e-maileket írogatni a rendszergazdáknak, akik nem lesznek, hát nem is tudom, nagyon jó fejek, hogyha hajnali 3-kor erre kelnek, az is borítékolható. Bizonyos oprendszereknek eleve beépített védelme van az ARP poisoninggal szembe, csak bizonyos esetekben fogadnak el ARP update-eket, vagy adott esetben el se fogadnak. Illetve IPS, IDS, ez IDS nyilván csak detektál, de IPS-ek szintén nagyon sok signature van ezeknek a detektálására. Hát a .1x, ami mondjuk azt, hogy fizikai hozzáférésvédelem, tehát így port, hát végül is nem port security, mindegy, szóval lényeg az, hogy tanúsítvány alapon szabályozzuk, hogy ki férhet hozzá egy adott fizikai porthoz, ki nem. Nyilván mindenre megoldást nyújt, mert hogyha a támadó már hozzá se fér a hálózathoz, amit támadni akar, akkor nem lehet sikeres. És hát látjuk, hogy alapvetően statik ARP, ARP-patch, OS security, ezek mind nem megoldást, nem nyújtanak megoldást a first hop redundancy hacking esetében, mert nem küldtünk ki egyetlen illegális ARP csomagot sem. Az IPS IDS részleges védelmet nyújthat, de mondjuk azt, hogy én nagyon nyugodtan támadnék first hop redundancy-t bármilyen IPS esetén, mert olyan pici a signature-nek a fidelity ratingje, tehát annyira kevéssé megbízható egy ilyen signature, hogy nem fogják komolyan menni szerintem, hogyha egyáltalán be van kapcsolva. És alapvetően nem elvenni akartam a kedveteket a redundanciától, mert a redundancia jó, a redundancia jó. Tehát, hogyha nem lenne redundancia, akkor sokkal több álmatlan éjszakája lenne az üzemeltetésnek, és adott esetben nem az úszómedencébe töltenék a délutánt, hanem egy router mellett. Köszönöm szépen a figyelmet, ezen az e-mail címen elértek. Az a kérésem, hogy inkább keressetek meg személyesen, itt vagyok ma is, holnap is, hozzatok sört,
és beszélgessünk tényleg nyugodtan. E-mail címekre is tudok válaszolni, de a téma komplexitása azt gondolom, hogy egy személyes megbeszélés sokkal inkább előtérbe helyez. Köszönöm szépen a figyelmet!